Az első rajtaütés szombaton korra délután volt. Újbudán egy autót állítottak meg, két magyar férfi ült benne. Az ügyészségi közlemény szerint mindketten büntetett előéletűek. Egyikük májusban lőszereket hozott Magyarországra, ezért felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a másik férfi pedig lőfegyverrel való visszaélés miatt ült, 7 év 6 hónapot kapott, tavaly novemberben szabadult. Kocsijukban lőszereket és Scorpio, valamint Skoda géppisztolyokat találtak. Utóbbit a II. Világháború végén gyártották, nem tudni milyen állapotban volt. Egyben biztosak vagyunk, hogy a szombati elfogás kapcsán gyakorlatilag egy konkrét akció került megszervezésre, és annak a végrehajtását szakítottuk meg az intézkedéssel. Ezt mondta róluk tegnap a TEK egyik vezetője. Ugyanakkor a két férfit egyelőre csak illegális fegyvertartással gyanúsították meg. Tűzijáték felhasználása volt használva, semmi terrorcselekményhez nincsen köze. Ezt már a másik őrizetbe vett társaság egyik tagja nyilatkozta. Ők azok, akik miatt már a nemzetközi sajtó, így például a BBC is arról ír, nevetségessé váltak a magyar terrorelhárítók. Egyikük sem került előzetesbe, miután a bíróság arra jutott, hogy a II. Világháború után hobbi szinten érdeklődő fiatalokról van szó, akik azt állították, egy Veszprém melletti erdőben találták a tőlük lefoglalt gránátokat és lőszereket. Hajdú János, a terrorelhárítók vezetője, korábban nemzetközi beágyazottságú szélsőségeseknek nevezte őket, és egy bombalaborról is beszélt. Találunk többek között egy csőbombát, és találunk olyan eszközöket, amik ezeknek az elkészítésére alkalmas. Ez egy laboratórium, ahogy a filmekben, kémcsövekkel és minden mással. Valószínűleg felkészültséggel is bírtak az emberek. A Reuters hírügynökségnek azonban a TEK helyettes vezetője már csak robbanó eszközök szétszedésére alkalmas eszközöket említett. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke magyarázatot vár az ellentmondásokra. A Demokratikus Koalíció szerint a terrorelhárítást vezető Hajdú János ok nélkül ijesztegette az embereket. Közveszéllyel való fenyegetés miatt feljelentést teszünk. Másodszorban kezdeményezzük Hajdú János menesztését, illetve a terrorelhárítási központ teljes feloszlatását, és helyébe egy új szakmai alapon létrehozott magyar terrorelhárítási rendszer kiépítését. Kerestük ma a TEK vezetését, de nem nyilatkoztak. Lázár János azonban tájékoztatóján megvédte a terrorelhárítókat. Szerinte mind a 6 férfi érdemi fenyegetést jelentett, és a sajtó az ilyesmit nem tudja megfelelően megítélni.